Az év eleje hagyományosan a visszatekintés és a célkitűzések ideje. Kapus edzőnk Balogh Tamás szerint nem elég, ha a labdarúgó csapatunk itthon lesz sikeres. Igazán akkor lennék boldog, hogyha bajnok lenne a csapat. Tehát, és mondjuk, ha nem is leszünk bajnokok, de akkor mondjuk a nemzetközi porondon ott tudjunk menni egy olyan 3-4 fordulót, akkor azt mondom, hogy egy nagyon jó év volt. Tehát, lehetünk dobogósok, megnyerhetjük a Magyar Kupát, de igazán az értékmérő az a nemzetközi szint lenne. Hogyha ha minél előbb oda tudnánk érni egy olyan kupasorozatba, ahol mondjuk egy komoly csapatot ide tudunk hozni. Balogh Tamás, kapusunk, a válogatottságig is eljutó Dibusz Dénes teljesítményére is kitért. Amit ő elért, ezt magának köszönheti. Nagyon profi szemléletű, egy nagyon ambiciózus srác. És azt gondolom, hogy robbanásszerűen fejlődött az elmúlt évben, és igazándiból ez köszönhető a csapatnak, köszönhető annak, hogy itt folyamatos nyomás alatt, teher alatt kellett teljesíteni, és úgy néz ki, hogy ő ezt bírja, és ezt feldobja, és hozzá tudott tenni nagyon sokat a csapat. Hát nem azt mondom, hogy jó teljesítményéhez, de hogy mondjuk tavaly harmadikok lettünk, és az idei éve is egész jól sikerült a DNS-nek.